Így küzdöttek a kezdő birkózók az Arany János Általános Iskola tornatermében a negyedik alkalommal megrendezett Gurics kupán. Az emléktornát a Dunafer Sportegyesület és az elhunyt világbajnok dunaújvárosi birkózó nevét viselő Gurics György Diák Sportegyesület szervezte a 6 és 10 év közötti kezdőknek, valamint a 35 év feletti veteránoknak. A versenyen részt vett a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke Komáromi Tibor, aki világbajnokságot és olimpiai ezüstérmet is nyert. Hangsúlyozta, mindig örül, ha utánpótlás versenyt szerveznek, hiszen nehéz ebben a sportban tartani a versenyzőket. Azt kell mondjam, hogy az utánpótlás edzőnek nagyon nehéz a feladata, mert bevonza ezeket a gyermekeket 6-tól 10 éves korig, tegyük fel, vagy esetleg 12 évesen, de akkor már kisebb az esélyük, mert el vannak maradva a többiektől. Majd utána megérik velük a kamaszkort, és azt veszi észre, hogy az egész kezdődik újra előről. Elfogynak azok a versenyzők. Mátyás Gábor, a birkózó szakosztály szakmai igazgatója hangsúlyozta, nagyon fontos a sportban az utánpótlás versenyeztetése. Emellett kiemelt jelentőségű az, hogy az egyesület, a város egy ilyen nagy volumenű diadalt is meg tudott rendezni. Azt gondolom, hogy ma elsősorban a birkózó szakosztály szakmai részét képviselem itt, de hát természetesen klubelnökként is nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen színvonalas versenyt tudunk rendezni. A kezdők és a veteránok az ország egész területéről érkeztek az eseményre. A megmérettetésen 8 egyesület csaknem 130 versenyzője mutathatta meg tudását.